Üdvözöllek a Tudatos Teremtés csatornán, ahol minden héten új videókkal várlak. Többet tudhatsz meg a vonzás törvényéről, spiritualitásról és a teremtésről. Ma azt tudhatod meg, amit még a Titok című könyv sem árult el neked. Mit is tanítanak az ilyen könyvek? Elérhetsz és megkaphatsz bármit, amit csak szeretnél. Eddig rendben is van. És mit mond még ezen kívül? Koncentrálj a vágyadra, dédelgesd a vágyadat, ne engedd el, gondolj rá minél többször pozitívan, és így beengeded az életedbe. Amit viszont elfelejt elmondani az összes ilyen könyv, hogy minél inkább vágysz valamire, annál inkább hajlamos vagy azt érezni, hogy most a jelenben nem a tiéd. Minél inkább vágysz valamire, minél inkább ott szeretnél lenni, ahol még nem vagy jelenleg, tehát nem vagy elégedett most az adott pillanatban, annál távolabb tartod magadtól a vágyakat. Annál több lesz az ellenállás körülötted, és annál kevésbé fogod engedni azt, hogy a vágyaid beléphessenek az életedbe. Tehát a vágyad hiánya jelen lesz a frekvenciádba, mivel azért vágysz rá, mert most még nem a tiéd, és az alapján, mivel a hasonló a hasonlót vonza, még több olyan dolgot fogsz kapni, amire csak vágyakozol, és nem kapod meg. Tehát el kéne tudni engedni ezeket a vágyakat. Amit meg kellene értened, hogy egy olyan energia vagy, ami szinte ellenállhatatlan. Minden vágyad szeretne téged, szeretne veled lenni, szeretné élvezni a társaságod, nem csak te vágysz rá, ő is szeretne téged. Viszont, hogyha lehetetlenné teszed az ellenállásod által, hogy ő jöhessen hozzád, akkor te akadályozod, hogy belépjen az életedbe. Senki és semmi más, csak is te. A görcsös ragaszkodás, a görcsös vágyakozás, az, hogy ragaszkodsz bizonyos részletekhez, hogy hogyan is kapd meg valamit, ez mind ellenállást teremt, ezen kívül a veled cipelt múltad még nagyobbat. Ezért fontos ezeket elengedni, és hagyni, hogy természetes módon jöjjenek hozzád a vágyak. Ha itt élsz a jelen pillanatba, nem a múltba, nem a jövőbe, élvezed a jelent, éppen azt, amit most csinálsz, nem gondolkodsz azon, hogy mi lesz holnap, vagy mi volt tegnap, mindig azt figyeled, hogy mi van most, hogy miért lehetsz hálás most, hogy hogyan érezheted most jól magad, abban a pillanatban minél több dolgot fogsz teremteni abból, amiért még boldogabb lehetsz, és nem kell gondolkodnod ezeken a vágyakon folyamatosan újra és újra, mivel alapból egy olyan frekvenciád lesz, ami vonzza ezeket a vágyakat, és így belépnek az életedbe minden ellenállás nélkül, minden nehézség nélkül. Hogy egy kicsit jobban érts, hogy ilyenkor mi is történik. Már említettem, hogy egy könyvet írok. Tegyük fel, hogy ez a könyv kijönne mondjuk holnap, és én így állnék hozzá. Kérlek, vegyétek meg a könyvemet, annyira szeretném, hogy mind elolvassátok. Annyira vágyom rá, hogy te megvedd ezt a könyvet, annyira szeretném. Ugye nem felejted el? Ugye elmész és meg fogod venni? Én nagyon szeretném, hogy elolvasd. Ígérem, én nagyon-nagyon hálás leszek, hogyha megveszed ezt a könyvet és elolvasod. De ugye nem felejted el? Én nagyon vágyom rád. Én nagyon szeretném, hogy megvedd és elolvasd ezt a könyvet. Jó, oké, akkor elengedem. De ugye nem felejted el? Annyira vágyom rá, annyira szeretném. Annyira jó lenne. Annyira tudom, hogy most nincs jelen. De annyira szeretném, hogy igen, hogy ez legyen a valóságom. Annyira szeretném, hogy megvedd ezt, mert most annyira nem tudok így boldog lenni, hogy még nem vetted meg ezt a könyvet. Ugye megígéred nekem, hogy jössz, és ugye megígéred nekem, hogy megveszed? Léci, annyira vágyom rá, minden este ezért könyörgöm, minden este kérem tőled, hogy ezt tedd meg nekem. És mégse látom azt, hogy ezt megtennéd. Hát hogy működik ez? Akkor ugye megígéred nekem, hogy megveszed ezt a könyvet, ugye? Ez a hozzáállás tetszene jobban, vagy az, hogyha csak azt mondom, hogy kész van ez a könyv, és aki szeretné, és aki kíváncsi rá, az majd meg fogja venni, és én bízom a saját sikerembe. Ez a különbség az között, amikor tudod, hogy valamit megkapsz, és az között, amikor valamihez ragaszkodsz, és valamire iszonyat mód görcsösen vágysz. Valószínűleg az első reakció láttam, az első reakciót tapasztalva, ahogy én is, te is futva menekülnél, mert azt az érzést kelteném, hogy
hogyha te nem veszed meg azt a könyvet, vagy hogyha én nem veszem meg azt a könyvet, akkor az a másik személy nem lesz boldog. Ugyan ezt az energiát érzékelik a vágyaid is, mivel minden energia, te is és a vágyak is. Ezt az energiát érzékeli körülötted, amikor görcsösen ragaszkodsz valamihez, és nagyon-nagyon szeretnél valamit, hogy egyszerűen nem lehet megmaradni a közeledbe, úgyhogy nem fog oda menni hozzád. Amint csak bízol és elengeded ezt, abban a pillanatban ő magától fog vágyni a társaságodra, mert egy ellenállhatatlan energia vagy, aki körül mindenki szeretne lenni. Úgyhogy próbálj meg máshogy tekinteni a vágyakra, és bízz a saját sikeredbe, bízz saját magadba, és csak élvezd a jelen pillanatot. Ne azon gondolkodj, hogy mi lesz holnap vagy két hét múlva, mivel azt úgysem fogod tudni most befolyásolni, csak akkor, hogyha a jelenre koncentrálsz. Nem éri meg rosszul érezni magad valami miatt, ami két hét múlva fog történni, amikor az adott pillanatot viszont tudnád élvezni, és ezáltal tudnál egy olyan frekvenciát teremteni, ami minden olyan dolgot vonzana hozzád, amire te vágysz. Úgyhogy ez a te döntésed, hogy hogyan fogsz hozzáállni ezentúl a vágyakhoz, hogy sikerül-e elengedni, és sikerül-e őket tényleg megkapnod, vagy továbbra is távol tartod őket. A döntés a te kezedben van, és én tudom, hogy úgy fogsz dönteni, ami neked a legmegfelelőbb. Nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor ne felejts el feliratkozni, mert minden héten új videókkal várlak, a következőig pedig sikeres teremtést kívánok!